Szép jó estét kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy eljöttek a mai könyvbemutatóra. Maciej Zseba, Gond hátán gond, katolikus lenni a sodródó Európában című filozófiai eszékötetét fogjuk bemutatni ma. Ez a Pars Pro Toto sorozat keretében jelent meg. Ebben a sorozatban körülbelül 15 könyvet adtunk ki idáig. A MMA kiadó most lépett a 7. évébe, és 5 évvel ezelőtt indítottuk ezt a sorozatot. Teljesen logikusan és okszerűen és szükségszerűen. A kiadó egyrészt művészeti életműveket dokumentál, albumokban írói életműveket ad közre, mint Csészabó László életműsorozatát, Szilágyi István életműsorozatát, fotóalbumokat, képzőművészeti albumokat. Másrészt pedig az életmű dokumentáció része, hogy szakmai pályaképet is közöl ezekről az alkotókról, és nem csak az alkotókról, hanem művészeti korszakokról, irányzatokról, irodalomtörténeti, képzőművészeti, fotótörténeti és filmtörténeti, nagyon jelentős filmtörténeti könyvsorozatunk is van. A művészeti dokumentáció nélkül és a recepció és a szakirodalom nélkül, szakmai feldolgozás nélkül a legjelentősebb életmű sem tud bekerülni a nemzeti hagyományba, és nem tud hagyományozódni. Ennek az alapja pedig a művészettörténetnek, irodalomtörténetnek az alapja a filozófia, létünk alapvető kérdéseiről való gondolkodás, hol pozícionálja, hova pozícionálja magát az ember. Ezért tulajdonképpen minden szakmai pályaképnek az alapja az a filozófiai irodalom, ami 2000 év óta meghatározza a mi létünket. Vannak, amikor újra kell gondolni, újra kell értelmezni bizonyos életműveket, máskor pedig új viszonyok között kell feltenni az alapvető kérdéseket. Ez a sorozat arra vállalkozott, hogy konzervatív filozófusokat fordít le a külföldi szakirodalomból. Az első kötetünk Roger Scrutonnak a Szépről című könyve volt. Akkor még nem volt olyan divatos szerző Scruton, amikor ezzel elindultunk, de talán azzá is tettük mi is. A második Russell Kirknek Amerika brit kultúrája volt. Aztán sorba jöttek a többiek, csak mutatványként mondom. Igyekszünk az angol száz szakirodalmat is kompenzálni azzal, hogy például Jan Patocska, Platón és Európa könyvét jelentettük meg. Thomas Kulkának a Gics és a művészet, ez ugye már teljesen a jelenkorra vonatkozik. Aztán egy orosz örmény szerzőnek, Shakespeare, Bakhtin és Dostoyevskyről írt eszékötetét adtunk ki költői igazságszolgáltatás, filozófia és jog témakörben, ami egy egészen új tudomány, jelentettünk meg. Hál' Isten, nagyon nagy az érdeklődés a könyveink iránt, és azt kell mondanom, hogy a egyetemi és a doktoranduszi rétegből kerülnek ki az olvasóink, tehát az akadémia ezzel a sorozattal betölti azt a szerepet, hogy szellem inspirálója és innovatív jelenléte legyen. A mai könyvünk egészen a jelenkornak is szól. Ugye köztudomás, hogy a magyar ember a politika mellett gátlás nélkül nyilatkozik és mond ex-katedra véleményt a sportról, az oktatásügyről és az egyházvallási kérdésekről. Itt a fotel katolikusoktól az ateistáig mindenki mondja tutit, hogy hogy kell viselkedni, mint kell viselkedni. Hát ez 2000 év óta dilemma az egyház számára is, és az egyházi teológusok, egyházi gondolkodók számára is. Ez a lengyel szerző, akit kollégám Szatmári István, aki mai beszélgetést fogja mutatni, és a kiadó szerkesztője fordított le, Lengyelországban is vitát keltett, eléggé provokatív szerző, de anélkül, hogy valaki ne vállalja be, hogy a gondolatai esetleg diszonanciát keltenek, soha nem volt még működő szellemi élet, és nem mozdult meg a szellem.
Mai beszélgető társai pedig Görföld Tibor, a Vigília főszerkesztője, egyetemi tanár, és Gájer László, teológus, a Pázmány Péter Hittudományi Egyetem oktatója. Őket kérdezi Szatmári István kollégám, hogy valamilyen módon reflektáljanak erre a tényleg provokatív, de nagyon olvasható és nagyon érdekes kötetre. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon köszönjük Pécsi Györgyének a bevezető szavakat, és közben abban maradtunk, hogy úgy kezdjük el a beszélgetést, hogy távolabbról indulunk közelebb felé. Én, mint a legtávolabbi talán a könyv szempontjából, mivel sem politikatudománnyal nem foglalkoztam érdemben, mint Gájer László, sem a könyv fordítója nem vagyok, mint Szatmár István. Ezért talán én próbálok meg először kérdéseket megfogalmazni, és aztán majd a beszélgetésünk a maga spontaneitásával, azt reméljük, hogy ki fog bontakozni. Azt hiszem, hogy két feladatunk van ma este. Az egyik feladatunk az az, hogy magát a könyvet megismerjük, és magának a szerzőnek a gondolkodásmódját megismerjük kissé egyrészt. Másrészt pedig azért a jelenlévők gondolatait és a jelenlévők reflexióit is megismerjük mindazzal kapcsolatban, amivel a könyv szolgál. Ez azért nem magától értetődő, mert ahogyan már Pécsi György is említette, egy nagyon rendhagyó könyvvel van dolgunk. Hogyha az angol száz kompenzációról esett szó, akkor ez egy sokszoros kompenzáció, egy lengyel szerzőnek a könyve, aki egy nagyon formabontó gondolatmenetet tár elénk, és ezt a formabontó jelleget próbáljuk, szeretnénk meg megismerni. Ezért az első kérdés, amit felvetek Lászlónak és Istvánnak, az az, hogy lengyel szerzőről beszélünk, akinek a gondolkodásmódjában, írásmódjában a lengyel jelleg és a lengyel kultúra nyomatékosan jelen van. De azért ő egész Európáról akarja kifejteni a nézeteit, sőt globális összefüggésekről akarja kifejteni a nézeteit. Hogy a lengyel jelleg ebben a könyvben hogyan jelenik meg, és mi a benyomásotok arról, hogy mennyiben lengyel szerző, és mennyiben európai szerző beszél itt, és mennyiben egy világpolgár beszél itt. Talán induljunk el innen. Jó estét kívánok, én is szeretettel üdvözlök mindenkit, én a könyv fordítója vagyok. Hát, hogy mennyiben lengyel a szerző, és ez miben mutatkozik meg a könyvet, illetve szerintem ez egy elképesztően tág téma lenne, tehát a lengyelek és a katolicizmus, tehát most tényleg erről székfoglalót lehetne tartani. Egyébként nyilván abban a romantikus indulatban is megnyilvánul, amivel bizonyos kérdések felé fordul, de abban biztosan tetten érhető az ő lengyelsége, ami te is mit pedzegettél, hogy hogyan viszonyul mondjuk a nyugati szakirodalomhoz és a nyugati kultúrához. Nálunk szerintem Magyarországon nem annyira köztudomású, hogy azért a lengyel esszé hagyománya nagyon-nagyon erősen nyugatorientált. Annak ellenére, hogy a történelmük azért mindenfajta módon összekapcsolódik a kelettel is. A lengyel esszé hagyománya nagyon erősen nyugat központú. Hogyha úgy tennénk fel a kérdést, hogy megírhatta-e volna egy nem lengyel ezt a könyvet, én szerintem nem, és ennek nagyon sok oka van, de tényleg csak vázlatosan sorolnám fel. Hát tulajdonképpen a közelmúltig azért az nem volt szinte túlzás, hogy a lengyel és a katolikus jelzők kicserélhetőek szabadon egymással, tehát nagyjából az ír társadalom és az ír kultúra hasonlítható ehhez. És talán azt is megfogalmazhatjuk, hogy a Lengyelországban a katolicizmus nem kultúra, ha lehet ilyet mondani, hanem civilizációs tényező. Tehát, hogy olyan mértékben és olyan sűrűn szövi át a társadalom szövetét, hogy legalábbis egészen az közelmúltig ez elválaszthatatlan volt egymástól, tehát a kultúra, a társadalom és az egyház. Kicsit a fókusz még jobban szűkítve azt is elmondhatjuk, hogy magának az atyának az alakja tökéletesen leképezi a lengyel történelmi sajátosságokat, tehát hogy egy természettudományos végzettséget szerzett, később szerzetesi fogadalmat tett emberről beszélünk, aki tevékenyen részt vett a 20. századi lengyel történelem legnagyobb kalandjában, ami a Szolidaritás független szakszervezet
néven vált közismerté, és anélkül, hogy ennek a részleteibe belemennék, azért itt lényegében arról volt szó, hogy a lakosság elég jelentős százaléka, tehát körülbelül 9 millió ember gondolta azt, hogy egyszerre legalábbis összehangoltan fog cselekedni az akkori kommunista politikai valósággal szemben, és ebben a szolidaritásban, és abban, hogy ez a mozgalom megerősödhetett, ebben oroszlán részt vállalt az egyház. Tehát a lengyel katolikus egyház társadalmi jelenléte szerintem nem hasonlítható, vagy nem volt hasonlítható a 20. században sehol máshol, semmilyen más ország példáihoz. Tehát ezt maga a szerző is megtestesíti, és ezt az örökséget viszi szerintem tovább a könyvében, tehát a szolidaritásnak az örökségét, és akkor még egy nevet meg kell említenünk, ugye második János Pálét, akinek egyrészt ő személyesen is jó ismerőse volt, szellemi értelemben követője, és hát azt mondhatjuk, hogy a 20. századi lengyel történelemnek ugye két kimagasló alakja volt, nyilván az egyikük az már említett második János Pál, a másik Lech Walesa, de második János Pál kapcsán, hogy egy bommotot felidézzek, ugye nem véletlenül mondta az Czeszáv Miłosz, a híres, szintén katolikus kötődésű filozófus és költő, hogy amikor megválasztották ugye Karol Wojtyrát, akkor azt mondta, hogy a lengyelek végre megkapták azt a királyt, akire vágytak. Tehát én most röviden is ezzel vezetném föl. István után nekem csak szubjektív benyomásaim vannak erről. Az egyik az, hogy mitől lengyel, vagy mitől volt számomra a Macsej Csiaba lengyel szerző, az az, hogy hát önmaga kicsit bele is bonyolódott, és kényelmetlenül is érezte magát, azt hiszem, a lengyel pártpolitikai dihotómiában, ami részben a szolidaritásnak az utóéletéből fakadt, és ennek ez a dihotómia azért máig érzékelhető Lengyelországban, vagy máig ez van, ha tetszik. Ugye, hát talán ez, nem is tudom, talán ez a polgári platform és a jog és igazságosság, vagy Kaczyński Tusk, ez most majdnem mindegy, csak hogy ezek a pólusok, amikről szó van. És hát, hogy katolikusként itt két jobboldali párt között sem találja az ember az otthonát, és akkor ő úgy őrlődik abban, hogy ezzel az örökséggel, vagy ezzel a politikai helyzettel katolikusként mit lehetne kezdeni, ez nagyon lengyel. És ez az egész pozíció, ami hát egy kiindulási pozíció, az végül is azt hiszem, hogy arra is rávetül azért, hogy a tágabb kontextust, Európát, amiről ez a könyv is szól, hogyan értékeli. Tehát, hogy ebből a lengyel pártpolitikai dihotómiából, hogy meghaladni szeretne, nem is kibékülni, nem is elköteleződni egyik oldalon, hanem meghaladni egyszerűen ezt az egészet, és fölé menni ennek az egésznek. Ez azt hiszem az egész téma tárgyalását meghatározza, és nagyon sok kérdést, amihez hozzányúl. Tehát valahogy mindig azért nagyon lokális marad, ez az egyébként néha egyetemesnek, vagy az egyetemesség igényére is, hát az egyetemesség igényével fellépő gondolatmenet, az néha nagyon lengyel marad pont ebből a szempontból. Ez volt az egyik számomra, ami miatt ez lengyel. A másik az második János Pál. Tehát, hogy ő ugye második János Pál köréhez tartozott, ő bejáratos volt a pápai udvarba, ő otthon volt, őt ott jól ismerik. Egy lengyel domonkos szerzetesről van szó, de ilyen értelemben a hatása az ezen túlnyúlik. Pont emiatt, és hogy hát egy nagy, hát nem is tudom, második János Pál csaknak a tanácsadója is, illetve hát a hírének a vívője, vagy a tanításának a továbbadója, egyfajta recepciót képvisel második János Pál tanításához. És ebből a szempontból utolsó gondolat, nagyon 20. századi szerző is maradt, azt hiszem. Ez csak egy dolgot tennék hozzá, mind a mellett, hogy teljesen egyetértek az előttem szólóval, tehát egy polonistákat meghazudtoló módon jól foglaltad össze. Tényleg ez a fajta politikai, hogy mondjam, kényszerpálya, ez érezhető. Ez egyébként azóta oldódni látszik, de nyilván ebben nem mennék bele, mert nem az a szempont, hogy most a jelenlegi lengyel eseményekről beszéljünk. De az biztos, hogy az fontos azért megemlíteni, és mert hogy a könyvben is előkerül, hogy itt tényleg egy olyan országról beszélünk, ahol, és ez olvasható a szövegben, ahol az uniós csatlakozás kérdésében is második János Pál mondta ki a végső szót, tehát hogy a lengyel klérus nem volt oda az ötlettől, bizonyos történelmi traumák miatt, és akkor ő belépett a történetbe, és eldöntötte ezt a kérdést, tehát hogy igen, hát ez is mutatja, hogy mennyire lengyel kötődésű ez a könyv. Azok, akik nem olvasták a könyvet, azokban biztos felmerült az, hogy mégis miről szól ez a könyv. És
nehéz összefoglalni, mert több fejezetből áll, és több kérdést taglal. Szerintem, ha megpróbálnánk összefoglalni, miről szól ez a könyv, akkor azt lehetne nagyon röviden mondani, hogy téves, hamis, vagy egyoldalú kettőségeket próbál meghaladni, vagy megkérdőjelezni olyan kettőségeket, amelyek az európai kultúrát, és általában a globális kultúrát is jellemzik napjainkban. Hát az a benyomás az embernek, hogy a szerző szembe találja magát különböző kettőségekkel, és meg is kérdőjelezi azt, ami magától értetődőnek tűnik számunkra. Azt halljuk, hogy lengyel, azt halljuk, hogy domonkos szerzetes, akkor az embernek az lehet a benyomás, hogy előre tudja azt, hogy miről mit gondol. És elolvasok ezt a könyvet, akkor kiderül, hogy nem magától értetődő az, hogy egy lengyel domonkos miről mit gondol. Kezdődik ez a könyv például a gender kérdésnek a taglalásával. Nem azt gondolja erről, amit első pillantáson feltételeznénk, hogy gondol. A jobb és baloldal politikai megkülönböztetésével kapcsolatban nem azt gondolja, amit mi feltételeznénk, hogy gondol. És a könyvben így végig haladva az ember folyamatosan azt látja, hogy az európai kultúrát meghatározó nagy kettőségek vagy szembenállások kérdésében ez a szerző felülírja az elvárásainkat és az elképzeléseinket, miközben teljesen hű marad a lengyel identitásához, a katolikus identitásához, és mindannak, mindahhoz, amit mondjuk az Európai Unió alapítói fontosnak tartottak. Hogy a kérdés az, hogy ez hogyan csinálja, és melyek azok a kettőségek, amelyekkel ő hadilábon áll. Nem hajlandó elfogadni, nem vesz készpénznek, és azt akarja a lelkünkre kötni, hogy nem olyan egyszerűek a dolgok, mint ahogyan talán első pillantásra tűnnek. Melyek ezek a fő tematikus szempontok, amelyeket kiemelnétek a könyvvel kapcsolatban? Lehet, hogy elkezdem most én, és talán nem unalmas megosztani azt a történetet, amit veletek is megosztott, amit előtte, hogy volt egy rövid személyes találkozásom Macsej Zsiebával. Ez egy e-mailen keresztüli találkozás volt, mert meghívtuk őt Budapestre 2019-ben, amit el is fogadott, és meg is adta az előadásának a címét, melynek a szövegét is elküldte, és röviddel a konferencia előtt, 2019. októberében írt nekem, hogy ő rákos, és nem tud részt venni személyesen a konferencián, online sem, de engedélyt adott, hogy felolvassam az előadásának a szövegét. Röviddel utána meg is halt egyébként, és akkor még írtam neki, hogy én misézek ért, és tényleg meg is tettem, hogy miséztem az egészségért, tehát hogyha már valaki ilyen készségesen jött volna Budapestre, akkor ezt így felajánlottam neki, és ez nagyon hálás is volt, és egy ilyen imában így összekapcsolódtunk, és röviddel utána meg is halt. A történet így szép, de hogy mi volt az előadásának a címe? A katolikusok politikai hontalanságáról. Ez volt az előadásának a címe. És akkor itt mindjárt kicsit válaszolok is arra a kérdésre, amit Tibor föltett. Ugyan a bemutatással ellentétben én csak politika elmélettel foglalkoztam, politika tudománnyal nem, és az jóval kevesebb, de talán abból is hozzá tudok szólni annyit, hogy ez erről szólt, hogy van egy pártpolitikai kettősség, és hogy a katolikusok legalábbis, és ebben az előadásban nagyon erős a lengyel hangsúly, a katolikusok hát sem az egyik oldalon, sem a másik oldalon nem érzik otthon magukat, legalábbis ő így beszél a katolicizmusról, nyilvánvalóan nem minden katolikusnak a nevében beszél, de hogy neki ez a közérzete, hogy igazán hiteles katolikusként egyik oldalon sem érezzük otthon magunkat. Hát ott jelesül, hogy a két jobb oldalon nem érezzük otthon magunkat, de most ez majdnem mindegy ebből a szempontból. Tehát hogy a politikai térfeleken nem érezzük otthon magunkat, mert mindegyiknek megvan a maga handicapje ahhoz, hogy katolikusként valami többre vágyjunk. És akkor azt a javaslatot teszi az előadásának a végén, hogy ennek a politikai kettőségnek, vagy a politikai térfeleknek fölé kell menni, és ezeken túl kell mutatni, és ezeknek fölé kell emelkedni. Tehát kapásból egy olyan, hát nem is tudom, egy konszenzus, amiben mi is benne vagyunk, hogy talán egy katolikusnak hova illene elköteleződnie a politikai palettán, ezt a konszenzus kapásból felülírja, ráadásul Lengyelországból írja fölül, ahol talán ez még érzékenyebb, ahol akár egy jobboldali pólusnak a Mária Rádió az egyik otthona, és az egyik központja, és akkor egy lengyel domonkos szerzetes, talán egy nagyvilági kitekintéssel, ebben abszolút nem érzi otthon magát, és valami egészen mást próbál javasolni, pedig adott lett volna, hogy egy lengyel katolikusnak ebben otthon kellene éreznie magát. Tehát én mondjuk talán elsőre ezt hozom ide, egy szubjektív élménnyel is, meg hát magával ezzel a megszokott sémával kapcsolatban, hogy ezt a megszokott sémát ezt teljesen fölülírná. A könyvben is megjelenik ez a tendencia.
Igen, én ezt csak annyival egészíteném ki, hogy pont ez a fejezet, amit említettél, az egy jó példa a gender és a genderizmus című fejezet, mert hogy abban benne van szerintem az ő munkamódszere, meg megközelítése, amit nagyon egyszerűen úgy is kifejezhetnénk, hogy egyfajta vitakészség fenntartása, mert hogyha ez nincs meg, tehát mondjuk például az egyház és az egyéb társadalmi szereplők között, akkor nagyon könnyen eltolódunk a szélsőségesség felé, tehát abba a szélsőségesség, vagy akkor valaki tényleg azt gondolja, hogy az emberi civilizáció most már ott tart, hogy akkor nem tudom, genderfluid rozsomákként tudom magam meghatározni, és ez rendben van, és ez a haladás, és akkor a másik oldalon meg nyilván azt gondolják, hogy minden rossz, ami a nemiség társadalmi szerepeivel kapcsolatos. És akkor ő itt kifejti, és szerintem ez egy visszatérő száll ebben a könyvben a szcientizmusnak a veszélyét, ami nagyon egyszerűen annyi, hogy aki mondjuk itt például idősebb hallgatónak nyilván ismerősebb lesz ez a kifejezés, amikor a tudományos szocializmus. Tehát, hogy amikor valamit úgy teszünk tudományossá, hogy annak egyébként semmilyen alapja nincsen, de erre egy egész ideológiát rá lehet építeni. Szerintem ennek a könyvnek ez egy visszatérő vezérfonala, legyen szó a genderizmusról, ami egy tudományosított blödség, vagy akár a már említett politikai választásokról, vagy a közgazdaságtudományról. Tehát ez is egy nagyon érdekes, hogy ő egy hosszasabb elemzést ír a gazdaságtörténetről, és arról, hogy ez a kereszténység viszonyában hogy jelenik meg. És ebben is kiderül, hogy az, amit ma például a közgazdasági evidenciának kezelünk, tehát az a fajta kapitalizmus, amit most van szerencsénk megélni, hogy az egyáltalán nem biztos, hogy tudományos alapon áll. És akkor még a könyvnek egy elényét itt felhoznám, hogy szerintem egy olyan törekvés is van ebben a könyvben, én ezt éreztem, és én ezt nagy örömmel és hálával fogadtam, hogy nagyon jó példákat talál arra, hogy megmutassa, hogy az a kereszténység maga és a kereszténység történetileg mennyire sokat adott hozzá bizonyos területekhez, kezdve az emberi méltóság, az emberi jogok területét, az említett gazdaságtörténeti mondjuk perspektívát nézve, vagy tényleg, tehát nagyon sok olyan, vagy a német ugye újraegyes, vagy a német gazdasági csoda mögött rejlő szellemi háttérországnak a bemutatása is egy jó példa, tehát hogy megmutatja azt, hogy azért az, ahogy az egyházat a felvilágosodás kora óta szokás ábrázolni, hogy az finoman szólva sincs köszönő viszonyban a valósággal. Tehát egyetértetek-e azzal, hogy ez a könyv egy ideológia kritikai mű, és annak a meggyőződésnek a jegyében áll, hogyha valaki vallásos, akkor ki van szolgáltatva az ideológia veszélyének, és ha valaki nem vallásos, akkor ki van szolgáltatva az ideológia veszélyeinek. És az a kérdés, hogy ezekkel a veszélyekkel, ezekkel a kísértésekkel hogyan tudsz szembenézni, mert hogy senki sem immunis. A valláshoz fűződő viszony nem eredményez az ideológiával szemben immunitást, és ezért nagyon érzékenyen rámutat olyan pontokra, amelyek fájdalmasan érintetnek sokakat. Például az első fejezet, amire már többször utaltunk, a gender és a genderizmus megkülönböztetésével, azt mondja, hogy fafejű az, aki nem vesz tudomást arról, hogy az ember nemi meghatározottságának van társadalmi vetülete. Máshogy viselkedünk a nőkkel, akár ugyanazért a munkáért, sok helyen még mindig kevesebbért kapnak a nők, más a megjelenésük a társadalom különböző területen a nőknek, mint a férfiaknak. Ez azt jelenti, hogy a nemnek van társadalmi kulturális vetülete, persze. De ebből valaki ideológiát akar készíteni, akkor már rögtön bajban vagyunk. És a könyv fejezetein ez az ideológia kritikai szempont húzódik végig, ami egy szerintem kimondhatjuk, hogy inkább egy balos hagyományhoz kapcsolódik, maga az ideológia kritika, mintsem egy jobbos hagyományhoz. Hogyha a fordító megengedi, hogy az érdeklődők meg azok, akik nem olvasták a könyvet, a hátsó borítón van egy nagyon jó érzékkel elhelyezett ajánló szöveg. És nyilván azért került ide ez a szöveg, hogyha valaki ezt elolvassa, akkor azt mondja, ezt a könyvet érdemes megvásárolni, és én ezzel egyetértek. És hogy ez 12 sor, hogyha megengedik, akkor ezt gyorsan felolvasom. Ha a jobboldaliságon az erények és az erkölcsi értékek tiszteletét értjük, akkor egy evangéliumi fogalomnak számít.
Ha azonban valaki a jobboldali gondolkodást a monarchista elképzelésekkel azonosítja, akkor emlékeztetni kell rá, az ancien rezsimhez való visszatérés elképzelései az egyház tanításában nagyrészt feledésbe merültek. Ha baloldaliságon a szociális érzékenységet, a gyengékkel való törődést értjük, akkor a keresztényeknek baloldaliaknak kell lenniük. Ha azonban a baloldali alapállás lényegének az államközpontúságot, a család leértékelését, vagy a gazdasági beavatkozás kiterjesztését tekintjük, akkor emlékeztetni kell arra, hogy ezek az evangéliumtól távoli elképzelése. A megfelelő hozzáállás éppen ezért az, ha az evangélium erkölcsi elveinek birtoklása a gyengék sorsa iránti érzékenységgel párosul, amit szimbolikusan úgy határozhatunk meg, hogy a jobboldali szívnek a baloldalon van a helye. Ez egy nagyon provokatív, egy nagyon előremutató, nagyon szokatlan megfogalmazás, úgyhogy nem véletlen nyilván, hogy ez került a hátsó borítóra. De ha azt mondjuk, hogy itt van egy kritikai igény sok mindennek a felülvizsgálatára, ami magától értetődő számunkra, akkor azt is kell mondanunk, hogy azért a szerzőnek vannak nagyon határozott pozitív meggyőződései, amelyekre támaszkodik, amelyeket fontosnak tart, olyan értékek, meggyőződések, igazságok, amelyekből nem akar engedni. A ti számotokra melyek a legalapvetőbb ilyen meggyőződések, értékek, pozitív korszakok és olyan alapzatok, amikre építeni lehet az ő meggyőződése szerint? Hát én a magam részéről mindenképp a már többször emlegetett szolidaritást emelném ki, kisbetűvel és nagybetűvel. Mert azért ez tényleg egy világtörténelmi csoda volt, hogy 9 millió ember békésen tudott fellépni, és azért azt látni kell, hogy amikor a szolidaritás a 70-es évek végén megjelent Lengyelországban, akkor ők nem kapitalizmust akartak, tehát nem azért tüntettek, hogy lehessen majd bankkártyával fizetni mindenhol. Nyilván a boltokban nem is volt mit megvenni, tehát ők azért tüntettek, hogy egyrészt legyen a boltokban valami. Másrészt azért ő ott tényleg megtapasztaltak valami olyan társadalmi klímát és atmoszférát, amit szerintem azóta nagyon hiányolunk mindannyian. Tehát, hogy anélkül most a részletekbe elvesznék, azért itt látni kell, hogy megtörtént az, ami nagyon ritka, hogy a munkások, és most nem munkásosztályt mondtam, a munkások, az egyház és az értelmiség közösen tudott fellépni valamiért. De amiért szerintem ő neki tényleg ez egy viszonyítási pont, ez pont az a része, hogy úgy tudtak politikailag cselekvők lenni, és úgy tudtak politikai hatást elérni, hogy mindvégig egyfajta békepártiság volt bennük. Tehát, hogy azért ez nem, érdemes nem elfelejteni, hogy a Lech Walesa nevű villanyszerelőnek mindig ott volt a kabáthajtókáján a Csernszóhovai Fekete Szűz Mária kép, és hogy amikor például komoly belső viták voltak a mozgalmon belül, azt is úgy oldotta meg, hogy akkor valamelyik ismertebb egyházi dalra rágyújtott, és akkor mindenki kénytelen volt énekelni, és akkor így a feszültség is feloldódott, de a viccet félretéve tényleg szerintem ez az az örökség, amit ő hiányol nagyon a lengyel társadalomból is, és itt valóban el lehet azon gondolkodni, hogy hová lett ez az örökség, mert ezt nagyon helyesen mondtad, hogy a mai lengyel politika is ebből nőtt ki, ebből az örökségből. Tehát, hogy tényleg nagyon furcsa azt látni, hogy a jelenlegi egymásnak feszülő két jobboldali vagy jobbközép erő, az ennek lenne az örököse, de úgy tűnik, hogy ahogy átlépett a pártpolitika síkjára, ez a szolidaritás tarthatatlanná vált. És ez egy nagy kérdés, hogy ez miért történt így, és ehhez hasonló szerintem az az ordoliberalizmus is, amit a német gazdasági csoda kapcsán említ, amiről bevallom, én nem tudtam korábban, hogy létezik ordoliberalizmus, de nagyon szépen és meggyőzően fejti ki, hogy miért segíthette a német gazdasági újjáépülést az a fajta antropológiai megközelítés, ami mégiscsak keresztény gyökerű. Tehát én ezt emelném ki. Az volt a benyomásom, hogy a szerző ezzel a mondjuk második világháború utáni nagyjából nyugati vagy nyugat-európai, akár politikai, akár gazdaságfilozófiai konszenzussal alapvetően egyetért. És azzal együtt, hogy tehát itt komoly kritikát ezzel nem gyakorol, vagy nem lesz egy outsider ezeket a témákat tekintve, mégis bevett vagy elfogadott alapvetéseket újra és újra kritikával illet.
Például csak gyorsan fel is jegyzeteltem, hogy el ne felejtsem, hogy például Gianni Vattimo, tehát egy posztmodernizmusnak egy keresztény képviselőjét alapvető kritikával illeti, tehát mondjuk a posztmodern, mint ami ennek a kornak, vagy mondjuk 70-es, 80-as évekre kialakuló filozófiai zsákutcáját, azt ugye mégiscsak kritikával illeti, annak ellenére, hogy egy fősodor akár gazdaságfilozófiában, akár politika elméletben elfogad. Vagy Adam Smith, illetve David Ricardo-nak a gazdaságfilozófiai elméleteit, ugye a láthatatlan kéz és népi zenekara, tehát ezt az elméletet, hogy itt majd ez így működik magától, ugye ezt is egy folyamatos kritikával illet, hogy ez így nem fog működni. Éppen idehozza a Thomas Pikettyt, vagy a Tomás Sedláceket, két azoknak az éveknek a sztár közgazdászát, talán lehet így mondani. Aztán lehet, hogy mára már lassan el is felejtünk, de akkor ők voltak azok, akik ezt a fősodratot így oldalról kritizálták, bírálták, és akkor minthogyha a szerző beállna ilyen fajta hát kihívások mellé, hogy akkor jó, ezeket a kihívásokat mi is folyton folyvást feltesszük, vagy intézzük a fősodrathoz képest. És ugyanez a konzervativizmus, tehát hogy konzervativizmus és kereszténység, hogy adódna, hogy ez a kettő az ugye egy térfélen van, és akkor a szerzőnek ez még úgy tetszene is, de mégis újra és újra górcső alá veszi, hogy nem is biztos, hogy a kettő egy térfélen van, nem is biztos, hogy együtt játszanak, jól lehet a liberálisokkal sem tud, liberalizmusnak egy sokkal erősebb kritikája van a könyvben, mint a konzervativizmusnak, de mind a kettőnek van benne egy kritikája. Tehát mintha a szerző elindulna tényleg a második világháború utáni konszenzusok elfogadása, és folyamatosan nem érezni otthon magát ezekben a konszenzusokban mégsem, és keresni ilyen tojástáncot járva a saját helyét, hogy mi, hol lehet egy katolikusnak a helye. És azért számomra érdekes ez az életmű, amennyit megismertem belőle, mert hogy ez ugye véget ért egy ember halálával, de hogy ez a fajta vizsgálódás nem tudott véget érni. Tehát ha tetszik, félbe maradt, mert hogy ezt a fajta kritikai hozzászólást, ezt újra és újra meg kell tennünk, és hát ezt újra kimondom, hogy ő ilyen értelemben nagyon 20. századi maradt, tehát ami kritikai hozzászólás ma fontos lenne, azt ő már nem tudta megtenni. És hogy ma nagyon érdekes kritikai hozzászólásokat kellene hasonló stílusban megtenni, akkor is, ha nem mindig értünk egyet vele, vagy akár nem is mindig volt igaza, vagy akár a történelem igazolta, hogy nem volt neki igaza. De ezeket a kiszólásokat, vagy ezeket a az ember maga nem érzi otthon magát egy konszenzusban, de valahogy tudja, hogy valahogy úgy kellene lenni, és akkor keresi, hogy hol van az az apró hiba, vagy hol van az apró nüansz, amit ki kellene javítani, hogy ebben aztán otthon legyünk, vagy egy katolikus otthon lehessen. Ez az egész életműnek azt hiszem a módszere és a közérzete, hogy valahogy így keresi benne az otthonát, és mindig korrekcióra szorul az, ami adott. És ha valaki ezt elolvassa, és azt kérdezi, hogy jó, lehet valaki egy ilyen szellemi előkelőségnek az állapotában, hogy meghaladja a kettőségeket, fölébe emelkedik a dihotómiáknak, de hát hogy lesz ebből reál élet, reál politika és reál gazdaság, ahol az ember nem engedheti meg magának ezt az előkelőséget, mert akkor ilyen hal, és az országa is ilyen hal. Tehát egy ilyen ember, aki azt ajánlja nekünk, hogy vigyázzunk akkor, ha jobb oldalról beszélünk, vigyázzunk akkor, hogyha bal oldalról, vigyázzunk akkor, hogyha különböző ideológiákról beszélünk, aki azt mondja, hogy a gazdaság például értékek és erkölcs nélkül összeomlik. Akkor egy gazdasági vezető, egy politikai vezető, egy felelős helyzetben lévő ember mit mond, mit tudok kezdeni ő vele, amikor nekem konkrétan döntenem kell, és az általában fekete-fehér. Akkor mit mond egy ilyen nem fekete-fehér embernek az üzenete? Előbb-utóbb a voksorat le kell tenni. Tehát, hogy örökké nem lókadsz egy légüres térben, időnként a voksorat le kell tenni valahova. Jobbra, balra, nem tudom, szabad piac, nem szabad piac, tehát főleg politikai döntéshozó, vagy előbb-utóbb a orientációit kialakulnak, és az talán nem is baj. De én azt hiszem, hogy aki ebben nagyon dogmatikus marad, az nem lesz jó politikus. Vagy az nem lesz jó gazdasági vezető sem, mert hogy itt nem lehet előre könyvekből megírt dogmák mentén művelni ezt a történetet, ahogy az egyházba sem lehet. És most itt nem a hittani dogmákra gondolok, hanem a közösségi együttélésnek a szabályaira.
Az egyházban sem lehet kézreceptek alapján működni egy közösségben, egy társadalomban, egy társadalmi, gazdasági, kulturális összefüggésben, az egy dinamikus összefüggés. És hogyha egy politikus azt gondolja, hogy előre megírt tankönyvi dogmák alapján ő majd tudja irányítani a rábízott kormányt, vagy a rábízott minisztériumot, akkor ez nem fog sikerülni. Az lett mindig az ügyes, a hatékony, a rátermett politikus, aki felismerte a szituációt, és ugye hát, ahogy szokták mondani, ura volt a szituációnak, ura volt a pillanatnak. Ahhoz pedig, hogy ura legyen a pillanatnak, néha kell neki egy kicsit konzervatívnak, vagy liberálisnak, szabadpiacpártinak, vagy állampárti, vagy állami beavatkozás pártinak lennie, és ezt mindig a szituáció teremti meg. És azt hiszem, hogy éppen ezért maradt nyitva ez az életmű, mert hogy ez folyamatosan, ezt a fajta reflexiót folyamatosan meg kell tennünk, és ha folyamatosan megteszük, akkor lesz az termékeny. Szóval, hogy nincsenek ilyen kész válaszok. Viszonyítási pontok vannak, és én is tojástáncot járok, hogy hát ha sehová nem teszem le a voksomat, akkor el fogok veszni. De ha azt gondolom, hogy valaki más meg fogja helyettem mondani ezeket a válaszokat, akkor megint csak elvesztem. Szóval nyilván a keresztényként egy mondjuk mai magyar társadalomban élni, valamifajta keresztény szerepet betölteni, akár teológiai tanár, akár egyházi vezető, vagy csak egyáltalán a nyilvánosság előtt megszólaló, és így a közösség életében résztvevő embernek a szerepét betölteni, az azt is jelenti, hogy az embernek figyelnie kell. Nem is biztos, hogy mindig elegendő viszonyítást és információt össze tud gyűjteni ahhoz, hogy figyelni tudjon, de figyelnie kell, és úgy kell meghozni a döntéseit, és az álláspontját úgy kialakítani. És én azt érzékelem, hogy a szerző ezt tette. Bocsánat, kicsit hosszúra nyúlt. Ez már magánvélemény inkább. Tehát akkor én két szálat még idehoznék, de röviden ígérem. Az egyik, hogy azért nagyon érdekes úgy olvasni ezt a könyvet, hogy tudjuk, hogy ő elhunyt 19-ben. Nagyon sok olyan mozzanat van, nagyon sok olyan momentum ebben a könyvben, amit olvasva nekem kicsit ilyen, tehát bennem voltak búskomor érzések, mert egy láthatóan ennyire társadalmilag elkötelezett ember, aki látszott, hogy hisz a lengyel katolikus egyház jövőjében, ő nem tudom ma, hogy érezné magát, és erről csak óvatosan nyilatkozok, de mert nem aktuál politizálni akarok semmiképp, de hogy nagyon nagyot változott Lengyelország és a lengyel egyház helyzete azóta, mióta ő megírta ezt a könyvet, és nem feltétlenül a legjobb helyzetben van jelenleg. És ugyanakkor maga a politika is megváltozott. Tehát László mondta, hogy posztmodernizmus kritika, hát hol van már a posztmodern? Hát most már a poszttény világban élünk, ahol már tényleg a tény az egy nevetséges dolog, a tudomány az blőd dolognak számít, és sarlatánizmusnak sokak számára. Tehát azért tényleg ő egy nagyon képzett, és szerintem nagyon széles látókörű ember. Nem tudom, hogy érezném ebben a politikai klímában magát. Viszont ami még a könyvnek szerintem egy nagyon fontos vonása és erénye, ez annak ellenére, hogy ő nagyon-nagyon nyugatközpontú, nagyon jól ismeri a nyugati szakirodalmat, de azért a könyvben nagyon sokszor billenti ki az olvasót a komfortzónájából, és mondja azt, hogy azért nem a nyugat itt a legfontosabb a világon. Tehát ez egy nagyon kedves példa szerintem a könyvben, amikor a dominikánusoknál van valamilyen gyűlés, és akkor beszélgetnek a demokrácia jövőjéről, és akkor ő is elmondja, hogy hát a dominikánus rend az tényleg a demokráciának egy ilyen ősintézménye, mert ő mindig nagyon tényleg ilyen demokratikusan választották meg a vezetőket, és hogy ők nem félnek, mert épp ezért a jövőtől, hiszen készen állnak arra, hogy még több demokráciát elérjenek, és akkor erre egy Fülöp-szigeteki, ha jól emlékszem, katolikus azt mondja, hogy jó, hát ti ezt mondjátok, de a demokrácia egy görög kifejezés, számunkra nem sokat mond, viszont a mi kultúránkban az idősek tisztelete például sokkal fontosabb. Ez egy jó példa, és az utolsó fejezete a könyvnek az tulajdonképpen egy vádirat a nyugati társadalom ellen, egy viszonylag szellemes vádirat, amiben elmondja, hogy azok az emberek, akik meghatározzák mondjuk például a társadalomtudomány nyelvezetét, a pszichológiai kutatásokat, a gazdasági szakcikkeket írják, azok egy nagyon-nagyon pici kisebbségnek a nézőpontját képviselik. És szerintem igaza van az atyának, a pólus tolódik el folyamatosan tőlünk, nem Európa fogja meghatározni a jövőt, az biztos. Legalábbis most úgy tűnik.
De ezzel most már ilyen nagyon nagy távlatba helyeztem a könyvet, de szerintem ez egy fontos szempont. Szerintem ez a távlat benne van a könyvben. Tehát ez a globális távlat igényével íródott, és anélkül nem is beszélnék a könyvről, hogyha ez nem kerülne szóba. És abban a könyvnek az utolsó fejezete arról szól, hogy egy szűk kis, szociológiailag szűk csoport próbál meg globális iránymutatásokat adni olyan csoportok részére, amik nem ezt a kultúrát képviselik. És azt hiszem, hogy ez a szerzetes identitás is hozzátartozik. Tehát ha valaki egy kiterjedt nemzetközi közösségnek a tagja, domonkos rend jelen van szerte a világon, folyamatosan találkoznak ázsiai, afrikai, dél-amerikai kollégáikkal, társaikkal, a tapasztalatokat cserélnek egymással, ez a provinciálisnak tűnő európai horizont, ez kitágul egy globális horizonttá is. Kevés olyan eleven nemzetközi szervezet van, mint a szerzetes rendek. És talán az olvasónak az a benyomása is lehet, hogy ezek a szerzetesek, még a domonkosok sem, akiket hajlamosak vagyunk merevséggel vádolni, hogy ezek az emberek nem fafejűek, nem korlátoltak, nem szűklátókörűek, hanem sokunkat, vagy legtöbbünket felülmúló tágassággal rendelkeznek, és főleg Gájer Lászlót kérdezem, hogy az a szerzetes identitás, ez az egyháznak ez a globális kiterjedtség, ez mennyiben befolyásolja a szerzőnek a gondolkodásmódja? Hát nekem erről a kérdésről, hogy elkezdtél erről beszélni, két dolog jutott eszembe. Az egyik az biztos az, hogy amit a könyvbeli példa, amit István is felidézett, hogy valóban van egy olyan hálózat, ami globális, ami éppen ezért nem csak a helyi országnak a kicsinyes problémáiba beleragadt kérdésekkel foglalkozik, hanem nap mint nap szembesül a világ másik végén élő domonkos szerzeteseknek, keresztényeknek a hasonló jellegű problémáival, hogy azok mennyire mások. És ez Tibor gondolata volt, amit itt a beszélgetésünk elején idézett fel, és ebben én nem vagyok tájékozott, de azért idehozom, hogy te említetted, hogy a domonkosoknak, ugye mondjuk Rómában, ugye komoly kutatásaik vannak, mesterséges intelligencia, vagy akár gazdaságfilozófiai kérdésekben. Azt hiszem, ezeket a területeket említetted, amely kutatások egyébként a legmagasabb körökben is megállják a helyüket, és nem egy ilyen sekrestye kutatások ezek. Tehát ez is érdekes, hogy van egy tanítórend, akinek az a missziója a 13. század eleje óta, hogy hozzászóljon a kor kérdéseihez a legszakszerűbb, a leginkább absztrakt módon, de professzionális módon, tehát tudományosan értékelje a kornak a kérdéseit, és ezt megtette a középkorban is, és megteszi napjainkig is. Tehát ez biztosan az egyik vetülete annak, hogy Macsai atya egy domonkos szerzetes, aki ebben a millióben tényleg egy globális horizonton értékeli a dolgokat. A másik nekem maga a középkor, tehát hogy a könyvben azért nagyon szépek a középkorra való hivatkozások, hogy akár például a feminizmus vagy a nők szerepe kapcsán hoz olyan középkori példákat, amik megmutatják azt, hogy az a társadalom bizonyos értelemben, vagy hát tárgyalási szempont szerint felülmúlta az utána következő évszázadokat. Ugyanez gazdaság etikai kérdésekben és gazdasági kérdésekben is, hogy a középkori céheknek, szabad közösségeknek, szabad városoknak a világa az igazából felülmúlja aztán az utána következő abszolutizmusoknak a világát. Sőt, még talán aztán a 19. századét is, amikor a politikai szabadságról olyan, hát annak az apoteózisáról beszéltek, hogy ahogy a szerző felidézi a középkori szabad világot, abban rámutat arra, hogy ez a világ, ez például a politikai szabadság szempontjából fölülmúlta az utána következő évszázadokat. Vagy amit említettem a nők szerepéről, olyan középkori szereplőket, teológusokat, Hildegard von Bingen, Szénai Szent Katalin, stb. Idéz fel, amik rámutatnak arra, hogy a következő évszázadok, az abszolutizmus évszázadai, azok ezen a téren abszolút hátralépést jelentettek. Tehát, hogy van egy ilyen horizontja is a domonkos rendnek, hogy ehhez a középkori örökséghez, a kezdetekhez való visszanyúlás, ami ő is hivatkozik rá, hogy ami nem a Dark Ages, ami nem a sötét korok, mert a sötét korok bizonyos értelemben utána következtek, és ez igaz akár gazdaságfilozófiai szempontokra is, hogy amit aztán Adam Smith nevéhez kötöttek, azt talán az ahhoz képest egy visszalépés volt gazdaságfilozófiai szempontból. Szóval mit mondott Adam Smith, és ez tényleg hogy van, az megint egy másik kérdés, de mondjuk ami ezzel kapcsolatban a közmegegyezés, az ahhoz a szabad cégek, szabad városok világához képest egy visszalépés. Tehát számomra a szerzetesi faktor az itt is megmutatkozik a középkorhoz való viszonyban.
Igen, nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert szerintem ez az egyik legjobb rész a könyvben, amikor megmutatja, hogy a kereszténység és különösen a középkor mennyire nagy mértékben, vagy milyen nagy mértékben járult hozzá a tudomány fejlődéséhez, ami ugye a felvilágosodás óta nem feltétlenül az egyházat azonosítják a tudomány fáklya vivője szereppel. És itt nagyon jó példák vannak ebben is, meg a gyónás és a belső megfigyelés kapcsolata, erre emlékszem, ez egy nekem kimondottan tetsző rész volt, illetve az, amit itt már elhangzott, de hogy tényleg eljutunk oda, hogy akkor ez a láthatatlan kéz és a kapitalizmus, ez azt eredményezi, hogy 13 órákat dolgoznak bányában gyerekek. Tehát, hogy nagyon, szerintem nagyon jó nézőpontokat talál ahhoz, hogy bemutassa, hogy nem kell késznek venni azért azt, ami történetileg valahogy rögzült a fejünkben. Nagyon tetszik, bocsánat, még ezt, ha van még egy kis idő, hogy a Mandevillenek a méhek meséjét felidézi, ami egy 18. század elejé történet, ugye brit morálfilozófia, hogy amellett érvel, hogy hát igazából az emberi önzés viszi előre az egész gazdaságot, mert mindenki ugye szerezni akar, és ez egyfajta versengést eredményez, és itt egymás kizsákmányolása az egy fejlődéshez vezet, mert ez mindennek a mozgatója. Az akarat, az érdek, az ösztön mindennek a mozgatója. És akkor egy 18. századi brit morálfilozófia, hogy markánsan érvele mellett, ehhez képest pedig mondjuk mennyire szerves volna egy az emberi személy értékére hivatkozó keresztény gazdaságfilozófia. És akkor amit a középkorról mond, vagy a gazdaságról mond, abban is felülírja az előzetes elképzeléseinket. Akik nem érdeklődnek a középkor iránt, nem gondolnák azt, hogy így is lehet látni, és lehet. És lehet, hogy azt sem hiszik el a jelenlévők, meg az érdeklődők, hogy 200 oldalban mindez, ami itt elhangzott, belefér, de belefér. Tehát van egy, talán a fordító nevében is szabad mondani, hogy egy nagyon kiváló esszéistikus stílusa a szerzőnek, amúgy akkor a tudományos esszé, az értekező esszének a legnemesebb hagyományait követi, tehát nem egyszerűen csak asszociációk és gondolatfoszlányok követik egymást, hanem jegyzetekkel alátámasztott, szervesen kifejtett gondolatmenetek, és valami egy idős embernek a letisztult gondolkodása, ami 200 oldalon 7 nagy kérdést és témakört tud bemutatni úgy, hogy arra késztet bennünket, hogy vizsgáljuk fel a saját előítéleteinket és mások előítéleteit is. Ezek után azt kell megkérdeznem, vagy azt szeretném megkérdezni, hogy a jelenlévő körében fordítóhoz, szakértőhöz intézett kérdések felmerülnek-e? Másik szakértőhöz. Odaadom a mikrofon. Az igazgató asszony talán nem haragszik meg, mert talán nem volt erről szó, promotálom egy kicsit a kötetet. A Kolakovszkyra vonatkozó, ugye talán az se, hogy miért gond, ugye 7 gondot sorol föl ugye konkrétan. Ebből a Kolakovszky az erőszakra vonatkozó és az antropológiáról vonatkozó rész nem nagyon volt kifejtve, hát nem volt rá idő. Ezt csak azért mondom, hogy fölhívom a többiek figyelmét. Professzor úr felé egy rövid kérdés. Egy idézetet találtam a könyvből. Az egyháznak jogában áll versenyre kelni a demokráciával a közjó és a szolidaritás nevében, az érdekek védelme érdekében. Annak kimondása, hogy valamely törvény amorális, önmagában nem a demokrácia kisebbítése, és aztán van egy Reitzinger idézet, az államhatalom belső logikája, akár a demokratikusé is, saját jogosultságainak kiszélesítésére törekszik, és az állam szükségszerűen ideológikussá válik, ha nem képes fellépni ellene egy független, de nyilvánosan elismert lelkiismeret tekintély nevében. Mi a véleménye esetleg erről? Igen. A Kolakovszky fejezetről csak annyit talán, hogy szerintem annak a fejezetnek nem is Kolakovszky a főszereplője, hanem Jézus. Tehát hogy az a kérdés, hogy a Jézus kérdés az egyáltalán ebben a kontextusban hogy kerül elő, hogy van egy szerző, aki ugye egyet küszködik ezzel a kérdéssel, hol közelebb, hol távolabb jut a Jézus kérdés, ez mit jelent neki Jézus, ez semmit, aztán egy történetkritikai magyarázaton keresztül nézi Jézust, aztán talán többet is jelent. Szóval érdekes az is ám, hogy a most felvetett témakörökben a Jézus kérdés az, hogy tud megjelenni, vagy meg tud-e jelenni. Ez maga egy újra tovább gondolandó kérdés, hogy,
hogy ez hogy tud ezekben az összefüggésekben megjelenni, hogy ugye küszködünk ezzel a kérdéssel, vagy sokan küszködünk ezzel a kérdéssel. A feltett kérdésre válaszol, persze, hát ha tud lenni, ha igaz és hiteles. Csak az jutott eszem, hogy a demokráciát említette, és hogy hát most nyilván szeretjük a demokráciát, de a katolicizmus nincs összeházasítva a demokráciával, tehát nem ördögtől való azt kimondani, és nem ördögtől való talán így hivatkozni, amit én ugye Carl Schmitthez szoktam kötni, még hogyha sokan az ő nevét ördögtől valónak is tartják, hogy ő írja ugye a római katolicizmusról, hogy az komplexi oppositorum, tehát ezeknek a politikai formáknak egy egész gazdag palettáját magába olvasztja, ugye egy olyan abszolút monarchia, talán a világon utolsó, ahol az abszolút monarchát egy arisztokrácia választja, és egyébként pedig a keresztségnél fogva mindenki egyenlő, és bárki válhat ezért az abszolút monarchává. Tehát egy ilyen politikai értelemben ez egy nagyon érdekes játék, és ez azt is lehetővé teszi, hogy a katolikus egyház nagyon sokféle politikai összefüggésben tudott létezni, és létezik ma is. Tehát ő nincs összeházasodva egyik politikai formával sem, meg legalább Arisztotelész óta tudjuk, hogy a monarchia, az arisztokrácia és a demokrácia mindegyik lehet legitim, és mindegyik lehet illegitim is. És akkor inkább ez megint az érdekes játék, hogy egy adott konkrét helyzetben az egyház, mint szereplő, megtalálja azt a helyet, megtalálja a helyét, amiben erővel tud fellépni, amiben kritikus lelkiismeretként tud fellépni, és teljesül ez a missziója, vagy pedig hát feloldódik egy kompromisszumban. Mindegyikre van időről időre példa. 12. Pius óta a római pápák azt mondják, hogy a demokrácia az emberiségnek legmegfelelőbb társadalmi együttélési forma, legalábbis az elmúlt 60-70 évben ez egy katolikus konszenzus volt talán. Mégiscsak itt érezzük a legbiztonságosabban magunkat, ha lehet ilyet mondani. Azt írja Gyeva, hogy az utolsó nagy korszakváltás 1968 volt. És ennek a jelentősége legalább akkora, mint a nagy francia forradalomé, vagy az angol polgári forradalomé. Ekkor cserélődtek ki azok az értékek, amire gyakorlatilag a kereszténység értékei szerint a 2000 év támaszkodott. Kérdezném, hogy ez elfogadható szemlélete, mert hogy utána ennek a következményeit éljük most már a 89-90 utáni globalizált világban, amikor csőstül kapjuk ezt az érték cserét. És valami hasonlóról beszélt Molnár Tamás is, hogy Európa kiszikkad, elhagyja ezt a transzcendens világot. Beszélünk a lengyel katolikusok, tudjuk már nem ugyanaz a keresztény vagy katolikus hívő állam, mint akár 10-20 évvel ezelőtt is volt Spanyolországban, ott volt egy jelentős katolikus közösség Franciaországban is. Tehát, hogy valóban ezek visszahúzódást tapasztalunk, legalábbis az európai kontinensen, amiről azt írja ugye Zseba, hogy leszakadt a világról, és hánykódik, és egy terméketlen nagymama, mert a fajfenntartás ösztönét is fölmondja, hiszen népszaporulatban kimutatható, hogy nem akar tovább élni, nem akarja az életet. Mi a véleményük erről? Szerintem László atya fog itt többet beszélni, én csak annyit mondanék, hogy azért egy árnyalatot hozzátenni ez a 68 kérdéshez, hogy azért ez egy lengyel szerző esetében megint csak különös mellék zöngével jár. Nekik 68 nagyon más jelent. Ez azért fontos szerintem. Nem tér ki rá, de ugye a Lengyelországban is volt egy diákmozgalom, és ott viszont nagyon véres, brutális retorzió volt a vége, illetve egy antiszemita kampány, ami nagyon megdöbbentő, amit a kommunista párt vezetett. Tehát szerintem az ő mondjuk végső illúzióvesztése valószínűleg akkor következett be 68-al kapcsolatban, ezt csak így hozzá akartam tenni. Ezt megkérdezem tőled, hogy a szerző következetesen 68-as forradalomként hivatkozik 68-ra, hogy ezt így fordítottad, vagy ez így van? Hiteles fordítás. Tehát következetesen 68-as forradalom, ha jól tudom, talán... Igen, de ki is fejti, hogy ez egy soft forradalom és hibrid forradalom, tehát hogy árnyalja a képet. Ő szerintem egyébként, tehát az a szerint én, ez a magánvéleményem,
az önmagában nem probléma, hogy ő nagy jelentőséget tulajdonít 68-nak, hogy milyen következtetéseket von le belőle, az a fontosabb kérdés, de abban szerintem igaza van, hogy ez egy kicsit úgy elfelejtődött, hogy ez mennyire megváltoztatta például Európa képét és valóságát, szerintem. Hát én ezen a ponton mostanában egyet szoktam érteni Andrea Riccardival, aki a 68-ról mindig úgy beszél, hogy annak morálisan nagyon sok helyes indítatása volt, és aztán mind morálisan, mind antropológiailag egy katasztrofális következménybe fordult ez a történet. Ugye hát abban a bűvös évben indult az a közösség, amit ő alapított, és ami hát ennek a intuíciónak a hatására figyelt fel a Trastevere-n élő szegényekre, munkásokra, és kezdte el segíteni a szegényeket, a hajléktalanokat, és már a katolikus egyháznak, a Szent Egidio, az talán az egyik legfontosabb története. Szóval, hogy ennek a... Tehát ott volt egy olyan intuíció is, ami azt hiszem, hogy morálisan nagyon értékes és mély volt. Vagy Amerikában voltak olyan keresztény közösségek, akik kifejezetten hippi közösségekből alakultak, mert a szabadság tetszett nekik, de a teljes szabadosság már nem. És például a Calvary Chapel közösség az ebből jött létre, hogy egyszerűen hippik ezzel az erkölcsi indítatással indultak el, és aztán mélyítették ezt az erkölcsi indítatást. De hát azt hiszem, abban maximálisan egyet kell értenem, hogy ez mind erkölcsi, tehát mind morális szempontból, mind antropológiai szempontból, hogy katasztrofális következményeket hozott magával. Annyit tennék talán hozzá, hogy ez egy generációs kérdés is. Tehát József Ratzinger volt az a katolikus gondolkodó, aki például 1968-at egy nagyon éles választóvonalnak tekintette, kulturális szempontból is, a saját életrajzának a szempontjából is, tudománytörténetileg is, egyháztörténetileg is. És szerintem, amikor erről olvasunk a könyvben, akkor ez egy ratzingeri örökség, ahogyan az a mondat, hogy az egyháznak az állam, vagy a társadalom lelkiismeretének kell lennie, az is József Ratzinger első pápaként írt enciklikájából származik. Tehát, hogy itt a II. János Pál és 16. Benedek közötti folytonosság, az így módon is tükröződik ebben a könyvben, hogy 16. Benedek József Ratzinger gondolataiból számosat idéz és használ is előve. Csak néhány példát említenék, hogy ez ki is fejti a szerző egy helyen, hogy hogyan látja ezeket az összefüggéseket. Azt mondja, hogy 68 után bekövetkezett egy szexuális felszabadulás, ami aztán több lépésben azt eredményezte, hogy demográfiai katasztrófa következett be. Nyilván a lépések érdekesek, és az, hogy az ember el tudja fogadni az összefüggést a két pont között. Azt mondja, hogy elkezdődtek a patchwork típusú partnerkapcsolatok ekkor, aminek a végeredménye az lett, hogy tartós kapcsolatokra képtelenek lettek a fiatalok. Elkezdődött egy gyakorlati ateizmus, úgy az az élet, amely azzal a tudattal van élve, mintha Isten nem lenne, és ennek lesz a végpontja, egyrészt a vallási fundamentalizmus erősödése, másrészt a társadalmi élet gazdaságközpontúvá válása. Hogy nincs már más, amiben kapaszkodni lehetne, csak a gazdaság, vagy egy jellegzetes lengyel szempont, hogy a hazafiasság elveszítette az értékét, semmibe vettük, és aztán a közjó és a társadalmi szolidaritás erodálódni kezdett. Tehát ezek olyan levezetések, amelyek jellegzetes generációs levezetések szerintem, 20-as, 30-as években születetteknek a benyomásai, amelyeket érdemes komolyan venni, komolyan is kell venni, vitatkozni lehet vele, de szerintem maga a szerző sértődne meg, ha nem vitatkoznánk vele. Ki az, aki ezek után nem vásárolja meg ezt a könyvet? Senki. Ha jól sejtem, ez itt is megtehető, most is, de a későbbiekben is, hogyha sok száz példára van szüksége valakinek, egyszerűbb, hogyha később teszi meg. Egy nagyon provokatív, nagyon bölcs, és ugyanakkor bizonyos értékekhez, és talán zárszóként úgy vagyunk ferek a szerzővel, ha kimondjuk azt, hogy konzervatív értékekhez nagyon határozottan ragaszkodó emberről van szó, akit ugyanakkor felháborítanak az egyoldalúságok, a hamis dihotómiák, kettőségek, és a fafejűségnek a különböző megnyilvánulásai ezek ellen szeretne bennünket óvni, ezektől szeretne bennünket óvni, és minden egyes esetben azért valami pozitívat is mellé tesz, amiben kapaszkodni lehet, és amire építeni érdemes, akkor is, hogyha nem tűnik reálisnak, hanem eszmeinek, de mint a könyvnek az lenne az üzenet, hogyha az eszményeinkből engedünk, akkor végünk van. És ezért érdemes megszívlelni ezt a könyvet és az üzenetet. Úgyhogy köszönet a kiadónak, a fordítónak és minden közreműködőnek. Talán még Pécsi Györgyinek. Csak szeretném megköszönni, hogy elfogadták a meghívásunk Ájer László atya, Görföld Tibor
professzor úr és Szatmár István fordító kedves kollégám, és azon gondolkodtam, hogy ebből a 15 könyvben melyik a kedvencem, ami eddig megjelent, persze, és rájöttem, hogy egy 16. lesz, amelyiket Görföld Tibor fordít, és remélhetőleg könyvhétre megjelenik, Ratzinger Miborosnak a válogatott etikai és esztétikai munkáim, amit Görföld Tibor tanár úr fordít. Ő válogatta 10 000 oldalnyi életműből, és amikor arról beszéltünk, hogy hogy lehet ebből válogatni, azt mondta, hogy ó, ez semmi, csak 100 nap, és minden nap 100 oldalt kell németül elolvasni ahhoz, hogy kiválogassa, hogy nekünk mi lesz. Ez szerintem az évnek az egyik legnagyobb és legizgalmasabb könyve lesz. Azt is ajánlom a figyelmünkbe, és természetesen ezt a mostanit is megerősíthetem, hogy nem kell hozzá filozófusnak lenni, hogy ezt elolvassák, egyszerűen csak nyitott érdeklődéssel és magával ragadó és sodró könyv. Köszönöm szépen önöknek a figyelmüket, minden jót kívánok!